Üdvözlök itt mindenkit egy Decentralized Finance Hungary videójában. Fontos információ, sokan kérdeztétek, nagyon sokan írtatok, nagyon sokan kérdeztétek, hogy most akkor mi van a Telegram gruppal, hogy hol tudunk egyáltalán mi beszélgetni, hol tudunk egymással felvenni a kontaktot. Ezért gondoltam, hogy csinálok egy Telegram grupot itt a Decentralized Finance Hungary néven. Szóval, ha szeretnétek, akkor mindenképpen ezt a linket használjátok, jó? Ki tudjátok kopizni, és egyszerűen csak elkülditek máshova. A YouTube videók alján meghagyom ezt a linket. És még egyszer nagyon fontos az, hogy itt írtam is egy ilyen nagyon szép üzenetet, hogy mindenki nagyon kulturáltan és segítőkészen álljon egymáshoz. Megpróbálok én is majd mindig válaszolni a kérdésekre, de nyugodtan egymást is tudjuk segíteni, és ugyanúgy próbáljuk építeni a közösséget. Nagyon örülök, hogy így a YouTube csatorna is remélhetőleg segítőkész nektek. Még nagyon kezdő vagyok YouTube-on, de próbálok javulni, jó? Srácok, na, türelem, aztán ha uncsik a videók, akkor meg ja, hát akkor ne nézzétek őket, most nem tudom. De ha meg nagyon érdekesek, akkor subscribe-oljatok, mert minden viccet félretéve. Ugye még volt egy kérdésetek, hogy hogyan lehet a legegyszerűen bitcoint venni, illetve Binance coint, vagy egyetlen. Hogy tudtok a forintból átmenni kriptóba? Hát én azt szoktam csinálni, hogy nekem van egy ilyen kriptós kis, ilyen kis applikációim. Fontos, hogy a Coinbase Pro-ra regisztráljatok be. Jó, tehát a Coinbase Pro, mutatom. Én úgy gondolom, hogyha itt beregisztráltok, tehát ugye megvan nektek a kis accountotok, akkor ide tudtok legegyszerűbben eurót bedepozitálni úgy, hogyha fogjátok a telefonotokon, és bedepozitáltok ide eurót, jó? De azt most úgy látom, hogy a Coinbase csak úgy tudja megcsinálni, hogy az eurót depozitáltok, és bizonyos tranzakcióhoz fog kérni majd egy számot, ezt majd ő megadja. És azt a számot csak beírjátok ide a referenciába, amikor utaljátok az eurót, jó? A Coinbase Pro-n utána meg tudjátok venni az első coinotokat, amit szeretnétek. Én úgy gondolom, hogy hogyha a Binance-re külditek, akkor mindenképpen a Litecoin-t választanám, hiszen ez a legolcsóbb coin ezek közül, amiket tudtok venni. Nyilván Tron lenne a legjobb, de Tron az nincs Coinbase-en. Mindegy. A másik része az az lesz, hogyha Binance-en vagytok, akkor egyszerűen csak megérkezik ugye a kriptótok, és tudtok itt a Markets-en trédelni, amit szeretnétek. Értelemszerűen a Litecoin-t azt meg kell nézni, milyen párba tudjátok eladni, és akkor ahhoz nézve, mit tudom én, Litecoin, Ethereum-ba eladjátok, és akkor Ethereum-ból tudtok venni egyből BNB-t. De lehet, hogy a Litecoin direkt be tudjátok adni BNB-be, mint itt is láthatjátok, és akkor igazából csak sell, a Litecoin-t ide eladjátok, 100%, és ott is van a BNB-tek a kis walletekben. Jó, a walletnél még annyi, hogy a ugye Binance-en, hogy igazából tudtok olyat csinálni, hogy convert small assets to Binance coin, és akkor igazából mindent be tudtok konvertálni. Tehát, hogy a kicsi kis maradékotok is mind menjen Binance coinba, hiszen úgy gondoljuk, hogy a Binance coin az fel fog menni az atya úristen, se tudja hová, de nagyon magasra. Na jó, köszi szépen akkor nektek a figyelmet, és keep going, nem srácok? Tehát keep going here. Sziasztok!